Ráma ekképp folytatta. Nagy tiszteletű szentek, zavarodottsággal és félelemmel tölt el, ha a bölcsesség leghalálosabb ellensége, az énség vagy az önzés megjelenéséről gondolkozom. E halálos ellenség a tudatlanság éjének leple alatt születik, és az is táplálja. Az önzés a bűnös cselekedetek és a bűnös szándékok melegágya. Mindenfajta szenvedés és aggodalom az énség tengelye körül forog, hiszen az én az, aki szenved. Úgy érzem, engem is ez a betegség gyötör. Az énség a tárgyi világ boldogságából szőtt hálóval ejti csapdába az élőlényeket. A világ legszörnyűbb szerencsétlenségei mind önzésből fakadtak. Az énség árnyékot vet önuralmunkra, elpusztítja az erkölcsöt, és általa mindenfajta egyensúly köddé foszlik. Az én vagyok Ráma képzetet, s a vele együtt minden vágyódást elhagyva, az önvalóban szeretnék megpihenni. Rádöbbentem, hogy bármit is tettem az éntől vezérelve, teljesen hiába való volt. Az én kultusz feladása az egyedüli igazság. Az én tudat hatása alatt mindig boldogtalan vagyok, amikor viszont nincs jelen, boldogságom visszatér. Az élet szülte, minden vágyódás az énségből táplálkozik, de nélküle azonnal elpusztul. Teljesen kiszámíthatatlanul és értelmetlenül az énség vetette ki ránk elővigyázatlan lelkekre a családi és a társadalmi kapcsolatok hálóját. Bár úgy érzem, megszabadultam az én tudattól, mégis boldogtalan vagyok. Könyörögve kérlek, világosítsatok meg! A szentek szolgálatával szerzett áldásoktól megfosztva, a tisztátalan elme örökre nyughatatlan, akár a szél. Nem elégszik meg azzal, amit kap, így aztán napról napra növekszik nyughatatlansága. A szitát sohasem töltetjük meg vízzel, s ugyanígy az elme sem teljesedhet be tárgyi világ csap birtoklásával. Az elme minden pillanatban ide-oda csapong, ám sehol sem talál boldogságot. Nem véve tudomást a pokolbéli hatalmas szenvedés lehetőségéről, az elme itt keresi a boldogságot, de mind hiába. Akár csak a ketrecbe zárt oroszlán, az elme is örökké nyughatatlan, szabadságától megfosztva nem elégedett a jelen állapot kínálta örömökkel. Ó, jaj, a vágyak csomói engem is fogva tartanak az elme szőtte hálóban. Elmém nyughatatlansága úgy tépte ki lényem teljességét, mint a folyó kanyarulatában élő fát az áradat. Úgy sodródom, mint a szélben a száraz levél. Képtelen vagyok bárhol is megállapodni. A világban tapasztalható tárgyak létezéséért egyedül csak az elme a felelős. A három világ az elme anyagából épül fel, így amikor az elme eltűnik, vele együtt a világok is megszűnnek létezni. A tudatlanság sötétjében születő megszámlálhatatlan hibát az elme anyagot beborító vágyakozás okozza. A vágyódás elapasztja a szív és az elme nemes jellemvonásait, s keményé durvává teszi. A különféle formákat öltő vágyakozás lidércként táncol ebben a sötétségben. S bár többféle módszert is kipróbáltam a vágyakozás csillapítására, nem jártam sikerrel, hiszen a vágyódás úgy sodort ismét magával, mint szalmaszálat a viharos szél. Az ellenállhatatlan vágy megfoszt a szemtelenség és az ehhez hasonló tulajdonságok kifejlesztésének reményétől, felfal, mint patkány a cérna szálat. Úgy érzem, menthetetlenül magával ragadott a vágyakozás örvénye. Olyanok vagyunk, mint kismadár a fészekben. Szárnyaink készen állnak, mégsem tudunk elrepülni az önismeret birodalmába. E kioltatatlan vágyat akkor sem tudnám kielégíteni, ha egész nap mennyei nektárt iszogatnék. E vágyakozásnak ráadásul semmiféle iránya nincs,
hiszen míg egyik pillanatban még ebbe az irányba sodor, a másikban már egy másikba, mintha csak egy őrült lovon vágtáznék. Szemünk elé pedig a fiak, barátok, feleségek és más kapcsolatok szálaiból szőtt, mérhetetlen hálózatot varázsolja. S bár hős harcos vagyok, a kioltatatlan vágyódás engem is megrémült gyávává tesz. Van szemem, mégis vak vagyok, telve vagyok boldogsággal, de a vágyódás szomorúsággal telít, bizony mondom, félelmetes lidérc ez. E félelmetes lidérc az oka minden szerencsétlenségnek és kötöttségnek, hiszen megtöri az ember szívét és káprázatot, érzéki csalódást idéz elő benne. Markában szorongat bennünket, ami miatt még az elérhető élvezeteknek sem hódolhatunk. S bár látszólag a vágyódás a boldogságot szolgálja, életünk során sem a boldogságot, sem a beteljesedést nem tudjuk megvalósítani. Sőt, a vágyak beteljesítésére tett törekvéseink hiába való cselekvésekbe sodornak bennünket, melyek pedig mindenféle szerencsétlenséget hoznak magukkal. A vágyódás idő színésznőhöz hasonlatos. Ki a boldog és boldogtalan fordulatoktól hemzsegő élet színpadára lépve, képtelen bármi jó és nemes szerepre, játéka, teljes csalódás, mégis folytatja színpadi táncát. A vágyakozás hulláma egyik pillanatban az eget veri, míg a másikban a pokol bugyraiba száll, örökké nyughatatlan. Létét valójában az elme üressége adja. Pillanatokra felragyog elménkben a bölcsesség fénysugara, ám a következő pillanatban újra lesz rajtunk a káprázat. Csodával határos hát, hogy a szentek mégis képesek a vágyódás kötelét az önismeret kardjával átvágni. Erekből, artériákból és idegekből felépülő szánalmas testünk ugyancsak a fájdalom forrása. Tehetetlen, pedig látszatra értelmes, s képtelenség megállapítani, hogy élő-e vagy élettelen, de csak káprázatot szül. Testünk már kicsiny kielégüléstől is boldog, s a legkisebb szerencsétlenség is aggódással tölti el, ezért nem érdemel hát mást, mint megvetést. Testünket egy fához hasonlíthatnánk, amelynek ágai a karjaink, törzse a felső testünk, üregei a szemeink, gyümölcsei a fejünk, levelei pedig a megszámlálhatatlan betegséget jelképezik. Lakóhelye ez a különféle élőlényeknek. Ki mondhatná hát valóban magáénak? Az iránta táplált remény és kétségbeesés ugyancsak hiába való. Csónakként kaptuk, hogy átkeljünk vele a születés és a halál óceánján. Ezért nem szabad rá önmagunként tekinteni. Testünk fája, a sorozatos testetöltés vagy a szanszára erdejében sarjad, s elménk nyughatatlan majomként játszadozik rajta. Otthona a tücsköknek, aggodalmak, s folyamatosan férgek rágják végeláthatatlan szenvedés. Rejtekelyet kínál a vágy mérges kígyójának, ágán pedig az indulat ollója üldögél. A nevetés virágaiban pompázik, gyümölcsei jók és rosszak, az életerő szelében élőnek láthatja magát. Támasz nyújt az érzékszervek madarainak, az utazónak kéjvágy menedéket kínál a kielégülés hűs árnyékával. Az önzés félelmetes kesejűje is rajta tanyázik. Belseje üres, ezért boldogságunk megőrzésére teljesen képtelen. Legyen élettartama hosszú vagy rövid, nem sok hasznát vesszük. Hús és vér öltözteti, ezért aztán a halált az öregkort el nem kerülheti. Vonzódást iránta nem érzek. Tisztátalan anyagokkal telített és a tudatlanság kínjától szenved. Hogyan is váltatná hát be reményeimet? Testünk betegségek otthona, s termékeny talajt kínál az aggodalmaknak, a változó érzelmi és elmeállapotoknak.
nem érzek át semmi vonzódást iránta. Mit ér a vagyon, a királyság és a test, ha a halál könyörtelenül véget vet mindennek? A halál pillanatában testünk megválik az őt védelmező, s benne lakozó lélektől, milyen reményeket is fűzhetnék át hozzá. Szégyen teljes módon újra és újra ugyanazokat a cselekvéseket végzi. Létének egyedüli célja, hogy útja végén elégjen. Tudomás sem véve a halálról és az öregségről, mely gazdagot és szegényt egyaránt sújt, mindenki a vagyont és a hatalmat hajszolja. Szégyen mindazokra, akik a tudatlanság borától megrészegülve testük korlátai közt senvednek, kiket elnyelt a világ mocsara.